reumatológushoz elsősorban az akut, idült, gyulladásos, degeneratív, kopásos, ízületi gerincelváltozásokkal, lágyrész reumatizmusokkal, a gyulladásos kötőszöveti rendszerbetegségekkel, bizonyos csontanyagcsere, endokrinológiai, fertőzéses, daganatos betegségekhez társuló mozgásszervi kórképekkel szoktak a páciensek fordulni. Reumatológiai betegségek minél korábbi diagnózisa, a minél korábbi betegség specifikus adekvát terápiája, fontos a betegség prognózisa kimenetele, fontos az adott ízület, gerinc károsodásának, deformitásának megelőzése szempontjából. A reumatológiai betegségek diagnosztikájában a kórelőzmény és fizikális vizsgálat mellett fontos szerepet kapnak a laboratóriumi, immunszerológiai, különböző radiológiai, úgy mint a hagyományos röntgen, MR, CT, izotóp diagnosztikai, emellett a szövettani, csontritkuláson alapuló vizsgálati módszerek is. Reumatológiai betegségek hátterében sok esetben genetikai hajlam figyelhető meg. Ezek kialakulásában a környezeti tényezők nagy szerepet játszanak, úgy mint a túlsúly, a dohányzás, a stressz, bizonyos korábbi fertőzéses, daganatos állapotok, amelyek triggerelik az adott betegség kialakulását. Amennyiben ezeket a kiváltó tényezőket időben tudjuk eliminálni, kiiktatni, akkor az adott kórkép betegség kialakulásának a rizikóját nagymértékben lecsökkentjük.